András László, mikor van vége? Akkor van vége, amikor vége van. És nem akkor van vége, amikor befejeződik, mert ha vége van, akkor még folytatódhat ugyan, de ez nem jelent semmit. És nem akkor van vége, amikor másút, máskor, mással vannak, hanem amikor vége van. És nem akkor van vége, amikor észreveszik, hanem amikor vége van. És nem is akkor, amikor kimondják, vagy kigondolják, vagy elhiszik, vagy meglátják, hanem amikor vége van. És nem akkor, amikor valami új elkezdődik, attól, hogy vége van, nem kezdődik el semmi sem. Vége nem akkor van, amikor szakítanak, otthagynak, összevesznek, elmennek, lelépnek, kirúgnak, kiugranak. Akkor van vége, amikor vége van. Amikor vége van, akkor van vége. Nem akkor van vége, amikor már nincs értelme. Mert amikor már nincs értelme, akkor még lehet nagyon sokáig és nagyon rosszul. Nem akkor van vége, amikor befejeződik. Lehet, hogy amikor befejeződik, még egyáltalán nincs vége. Nem akkor van vége, amikor véget akarnak vetni. Mert amikor véget akarnak vetni, akkor még javában tart. Nem akkor van vége, amikor valami új elkezdődik. Attól, hogy valami új elkezdődik, még nem lesz vége, mert talán épp ahhoz kell a valami újnak elkezdődnie, hogy ne legyen vége. Nem akkor van vége, amikor minden érv amellett szól, hogy vége van, és nem akkor, amikor ezeket az érveket fel is sorakoztatják. Akkor van vége, amikor vége van. Ha szerdán délután 3-kor vége lett, attól még lehet, hogy este 6-kor, hogy csütörtök a reggel ismét úgy érezzük, javában tart, és csak 2 évvel később, kedden délelőtt 10-kor leszünk benne biztosak. De vége nem akkor van, amikor biztosak leszünk benne, hanem amikor vége van. És lehet, hogy közben még azt hiszük néha, hogy úgy van, mint régen, pedig dehogy. Mindig úgy van, ahogy most van. Most pedig vége van. Amikor vége van, akkor nehéz. Ezért van az, hogy egyesek abba hagyják, mielőtt vége lenne, mások viszont tovább csinálják, amikor már rég vége van.